dohánytermesztés nagyon a végét járja a támogatás szempontjából, és valamit azokkal a felszabadult területekkel kezdeni kellene. A dohánytermelők mellett az almával és meggyel foglalkozók közül is egyre többen gondolkodnak abban, hogy erdőt telepítenek ültetvényeik helyére. Ennek egyik oka a munkáskész hiánya, nem találnak elég embert, aki betakarítaná a termést. Az erdőt telepíteni szándékozóknak és jelenlegi erdőgazdálkodóknak is szólt az a szerdai napkori rendezvény, amelyet az Agrárkamara szervezett. Milyen lehetőségek vannak, és azok a lehetőségek az ő számára kedvezőek, nem kedvezőek, hogy úgy fogjanak neki az emberek mondjuk az erdőtelepítésnek, hogy azért azzal számoljanak, amilyen feltételek itt vannak, mert azért itt vannak bizonyos játékszabályok, amit be kell tartani, úgy a földterületi szomszédokkal kapcsolatosan, mint a kötelezettségvállalással, ugye, hogy majd ez az erdő a saját gazdaság is, vagy a népgazdaság isnak is a hasznát szolgálja. Az ország 6 településére ellátogató tájékoztató fórumok keretében sok olyan kérdésre választ kaphatnak az érintettek, amelyek a mindennapi munkájukat, megélhetésüket befolyásolhatják. Hallhatnak mások mellett az osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a magánerdőgazdálkodás versenyképességének javítási lehetőségeiről, továbbá a 2021-27-es időszakra szóló közös agrárpolitikában elérhető támogatásokról. A következő 7 évben 4250 milliárd forint áll Magyarország rendelkezésére agrár- és vidékfejlesztésre, ami több mint háromszorosa az előző ciklus összegének. A fórumokon ennek elköltéséről is megkérdezik a résztvevőket. Milyen jogcímet szeretnének? Mi alapján támogassuk az erdőt? Mikor jutunk el oda, hogy a magánerdőgazdálkodásnak a műszaki fejlesztése, a minden olyan dolog, ami a közjavát is szolgálja, és a tulajdonosok javát is szolgálja, az működjön, hagyunk beleszólást. Tehát, ha valaki megmondja, hogy hol szorít a cipő, és mit szeretne, és hogyan szeretne, és hogy lehet ebbe a jogi rendszerbe beleültetni, mert ezek a pénzek, ezek támogatási jogcím alatt jönnek le. Az idei év jelentős a magánerdőgazdálkodás szempontjából, több jogszabály is változott, vagy változik 2021-ben. A hazai erdők 55%-a van egyébként állami és 45%-a magánkézben. 500 000 embernek van az országban magánerdő tulajdona, egy-egy ilyen terület azonban átlagosan kevesebb, mint 2 hektár. A cél ennek a szétaprózódásnak a csökkentése, az erdők fenntartásának működőképesebb tétele érdekében.